Megállapítom, hogy négy határozott képesek vagyunk, ketten jelezték, hogy Fogancsor érezte, hogy van két előterjesztés, amit én szeretném a tárgyalnánk. Az egyik van az információ másoknál is, a közökeztető biztosítása építési munkaidője alatt. Egy címet a tárgyat viseli. Igen, a csupaszint nyári gyermektábor kérelme érkeztetés hozzájárulás előre. 18. És aztán lenne egy új 22, a Szent István tér melletti Murvás útjukora aszfaltozásának előkészítése, tervezése. Megvizsgálni, ugye ezt a Településfejlesztési Bizottság határozati javaslata alapján bátorkodta mindenlenni. És egy teljesen új dolog, az önkormányzati ingatlanok használati szerződése. Itt arról van szó, hogy a belső ellenőrök javaslatára készülne gyakorlatilag egy kapta fára a művelődési házra, az óvodára, illetőleg erre a Szabiba Kárti által tulajdonos épületre polgármesteri hivatallal egy használati szerződés, ami pénzt ugyan nem érint, de mint jogi ügyrendi bizottság a téma kapcsolódik ehhez a bizottságnak a munkájához. Illetőleg zárt ülésben szintén a Településfejlesztési Bizottság javaslatára a fásítás napirendhez egy kiegészítő előterjesztést küldünk ki, mert ott elhangzott egy javaslat, hogy egyes fák kerüljenek csökkentésre, cserére, tehát ezt is előkészítettük számszakilag is. Ennyi kiegészítés lenne az eredendően kiküldött napirendhez. Köszönöm. Én még egyet szeretnék, hogy még azt is fel tudnák esetleg lenni, a nyíltban lehet rendezvény kellékek, az nekem egy szóbeli igény megfogalmazás lenne, amikor az átlenék és pénzügyi fedezet. Akkor lesz egyébként mondjuk, jó, lesz a 2-es volt a Település Fejlesztési Bizottság, Szent István tér, 23-as volt a Polgármester úr, az előző. Önkormányzati ingatlanok használatia, és akkor 24-es a rendezvény kelléke. 24-es. Vásárlása. Köszönöm szépen. Egy 2 percet kell mennünk elnézést kérek. Annyit egyéb van, hogy maradjuk, még elfogadjuk van a pillanatban. Sokkal megpróbáltál a kétel meg az esetben. Egész nap előtt elfoglalván. Akkor is megvagytok. Már megvagyok, de itt a Miklós nem. A Miklós meg. Bocsánat, kérek. Akkor egészségedre. Köszönjük. Már nem is fontos, hogy műsoron kívizatokban. Kérem szépen, akkor a polgármesterről egy tartalmasról javaslatait, akkor magam is ugye a Szent István teret fölírtam, hogy ezt feltétlenül tárgyalni kell. Akkor ezt írja a csupaszi, nem, bocsánat, az új 18-as lenne azt, amit én legalábbis megkaptam, közétkeztetés biztosítása építési munkát ideje alatt, egy új 18. És akkor a 19-es lenne a csupaszi, 20-as a Szent István tér rendezvények lebonyolítása, elektromos hálózat, a bontás, 21-es a sebességmérő doboz, 22-es a előbb már érintett Szent István tér, amit tárgyalt a Településfejlesztési Bizottság, egy kérdéskör, 22-es, 23-as az ingatlan témakör, amit polgármesterő vezetett elő, 24-es pedig alkoholmesterő rendezvény kelléke vásárlása szóbeli előterjesztése, illetve az átülésnél a 26-os a fásítás, ami tegnap valóban elénk került, és ott javaslatok hangzottak elő, és ebből azt hiszem készült a nevezetet. Kapunk a nevet erről? Itt van. Az átülés napi rendjét, az átülés. A többi, ez nem akkor, a többi az mind itt van már. Szent István tér, ez nincs itt. A Szent István tér, ez külön anyag nincs, csak az a Településfejlesztési Bizottsági határozat, hogy foglalkozunk vele. Jó, megjegyzem. Az önkormányzati ingatlanok van anyag. Ma már a Facebookon úgy terjed, és Borik terjeszt ki, hogy ez előtt és lesz. Őszre lesz. És már kezdtek vitatkozni a
egymás alatt a két nő. Na, mindegy. Akkor azt javaslom, hogy egyben, hogyha nincs kifogása senkinek ellene, hogy ezeket a módosítanak, ellenek az egyik fel napire. Aki ezzel egyetért, azt tegyük fel. Köszönöm, hogy hangú volt. És akkor egyben javaslom, hogy így felvett napi rendi pontokkal együtt a mai napra szentelt 130 milliótokkal így tárgyaljuk. Köszönöm szépen. Kérem szépen, akkor fogjuk hozzá. Napközi 50 kor az egyfő szakmai státusz és egyfő mozgásterapeuta megbízási díjának biztosításának közéséért köszöntöm a dolgozatvezetőnket. Én magam részéről átolvastam, alámozgáltam, én mivel gyerek az első, ugye országos szlogen is, család mellett én azt gondolom, hogy ez támogatni szükséges. Másnak van egy hozzászólás a eltérő véleménye. Ha nincs, akkor egyébként az előkezdő napon voltakkal azt legyek a kezdet. Köszönöm, hogy megállapodtam a bocsánatot. Nyári iskolai felületek és látogatások. Köszönjük szépen! Mindenkiben visszatérő az előbb kedvelődben. Kiderült természetesen össze a nyári távolításoknak a napközi felületi és néhányi nyári lándortáló esetében biztosítjuk a felületi legszokás összegeket. Én magam részéről ezt is támogatni tudom. Van-e ettől eltérő javaslat? Aki egyetért, köszönöm egy hangulat látva. Havi vakáért igazítőjét köszöntjük, hogy itt pár nap jelent a kapcsolatban. Negyedéves beszámolva a működésről. Előbizottság tárgyalta, hatos határozott állam javasolja az előterjesztés szerint elfogadni. Össze van foglalva, hogy minden az első ügyes számok már jelzik azokat jelentős változásokat, melyek a gazdasági tevékenység 22. évig nagyon befolyásolják, ebben a három pontban biztos. Ezek tények, nem sokat tudjuk ki azt gondolni, ezzel sajnos vitatkozni. Nagyon fontos ez a kiegészítés, ami itt van, ami majd a következő napi rendezés érvényesülje az ügyeskedtes állatok. Úgyhogy maga részéről én el tudom ezt sajnos fogadni. Sajnos, de el kell fogadni. A kiegészítések? Hát csak meg tudom erősíteni, hogy tehát összevonta, kezeltük a 2022-es negyedévet és a 2022-es tervet. Igen, a táblázat tartalmazza mind a két oszlopot, tehát tény 2022-es, illetve az éves terv, illetve a viszonyítást a május évhez, 2021-hez, annak a negyedévéhez, és magához az előkerthez is, ami 2021. október 27-én kell fogni a foglalásra. Köszönöm a foglalást. És van-e hozzászólás, kiegészítés, javaslat? Aki egyetért az előkeresztésben foglaltakkal, hogy ezt elfogadjuk, az tegyük fel a kezét. Én ugye nem megy tovább, hogy saját anyagom. A következő már igen megy tovább, hogy a terkős testet elé. Az illeti terv módosítása, amit visszamondjuk az előző napi rendezvény, úgy mondtad. Úgyhogy ugye javasolta itt a elődöttság is helyesen, hogy a Honomi tankerülete nem tudom, majd ilyen legyen címmel, nem tudom, de hát meg kell kezdeni nyilván, hiszen voltak már velük kemény csatáim, még az elődöttestület is, és most is lesz egész biztos, úgyhogy ezt a módosítást megtárgyalás ügyés javasoljuk a képviselőtestület. Elfogadása, köszönöm. Nekem egy olyan észrevétem, hogy nem tudom, hogy jó helyen teszem be föl most a végzeti módosításon, de a dokumentikus pikniken vettem észre, hogy a lenti mostók azok meg vannak rongálva az iskolába, kiszakítva, a kilincs nem lehet bezárni, tehát igen komolyan le van amortizálva legalábbis a férfi rész. Nem tudom, ez a gyerekeknek az áldatlan tevékenységéből fakad-e, vagy a sportolók, vagy nem is tudom, hogy a sima napi használatban így elkopik. De ha már üzleti tervről beszélünk, akkor szerintem ezzel azért változtatni kéne. Tehát sok száz gyerek oda jár nap, mint nap tanulni, sportolni, rendezvényeket szervezünk, ott használjuk a mosdót, és az ott szerintem a csúnya. Tehát, hogy azokkal a paravánt, falas dolgokat kiszakadva, megrongálva, az annak a beruházását, a fölvítását, javítását azt én szerintem kezelnünk kéne. Most jó, hogy ez a nyári időszak, szeptembertől kezdődnek a Pörkölt Fesztivál, akár minden tömegek fognak mosdót használni, az iskola, szerintem most lenne a
akarok, hogy ezt az üzleti tervben rakjuk, és finanszírozást adjuk hozzá, egy ilyen összevétel, ahol... Miklós kell ehhez, vagy pedig benne van a napi működésben, vagy a karbantartási dolgok? Ezeknek a problematikája, és a tankértelezést is kell tárgyalni, mert valószínűleg az üzemeltetési díj, amit kapunk, már kevés rá, mert azért tudjuk, hogy szinte minden területre az árak jelentősen megnövekedtek. Annyit, hogy a vendéghelyiségeknek a felújítása, arra van egy indikatív ajánlat, tehát ez részben, tehát foglalkoztunk is vele, illetve ezt a tankért fele is küldtem ezt az ajánlatot. Mert ha felújításról beszélünk, akkor ez már egyébként úgymond a felújítás nem az üzemeltetések része, hanem már a megbízó feladata lenne. Tehát egy ilyen esemény folyamatban van. De arra tegyél ígéretet, hogy ez mikor előtt az események, illetve az iskolára kezdődik, hogy ez megoldódik most az, hogy a tankerületben el tudod élni, amit el tudsz élni, vagy pedig saját forrásból csinálni, de a lényege az, hogy kész legyen. Tehát ennek lehet az is, hogy a szerződés lehetővé teszi, hogy a tankert minket víz meg ennek a feladatnak ezen. Tehát erre várom még a választát. Tehát ez most nincs többet tervezve, tehát gondoltatok rá, mert foglalkoztatok vele. Tehát ennek az indikatív árának az összege, az benne van ebben az üzleti tervben, már akkor ez van? Ez egy félmilliós költség körül van, tehát az, de még azt gondoltam, tehát mozgástérbe talán meg tudjuk oldani, de persze, ha jönnek más dolgok is menet közben, akkor valószínűleg ez a... És utólagosan el lehet számolni a tankerülettel egyébként, hogyha ők addig húzzák, hogy nem lesz meg szeptemberig? Nem valószínű. Akkor nem. Akkor marad a saját. De nem, azért próbálkozik a Miki azzal, hogy ez tulajdonképpen a tankerület feladata lenne, hiszen ő vállalta ennek az egész épület komplexumnak az üzemeltetését. Az üzemeltetésre kötött egy szerződést az Abiva Kft-vel, hogy ezeket a feladatokat rajta keresztül megvalósítsa. De a finanszírozást neki kéne adni, csak az a probléma, hogy fizetnek egy Frix 36 millió körüli éves üzemeltetési díjat, amely sajnos mára az energiaára, a fizetések, meg a nem tudom mi miatt nagyon tehát kevés lesz, kevésnek bizonyul, ezért kell egy komoly tárgyalás nekiállni a Hrukkányékkal lefolytatni, annak érdekében, hogy ez az üzemeltetési díj egy picit kezdjen el közelíteni a valósághoz. Egyébként eddig is évről évre 10 milliós nagyságrendű bukásunk volt a bérleti díj és az üzemeltetési díj összeadása után, ahhoz képest, amennyiben az egész épület komplexum üzemeltetés az Abéla Kft-nek kerül. De mindig próbálkozunk azzal, mert például most is elérték azt, hogy parkettát, vagy nem tudom mit cserélt ki a Monori tankerület, amit ő finanszírozott meg pluszba. Aminek padlót, igen. Padlót. Tehát ez egy ilyen tikitakázás gondolom. Jó, én ennek örülök, hogy erre van lehetőség. Nem csak azt akartam, az, hogy legyen kész. Most ezt eléred. Igen, csak azt akartam, hogy azt, hogy egy tanteremnek kopott az alja, és hogy most még egy évig kopott, vagy két évig, az azt gondolom, hogy az még úgy ingyen küszöbön alatti, de a mosdó, ami napi használatban több száz ember átmegy rajta, azt szerintem lehet adni. Tehát az higiéniai vírus, tehát az egy alapján. Igen, és ellenőrzés meg az szépen. Ha más nincs, akkor elfogadásra javaslom a Bikület napi rendszerét. Illetve általában a szeretet, aki egyetért. Köszönöm meg a Bocsangó volt. Következő a bívás, hogy a sportcsarnok véletlenül a földővizsgálata, amit a földővizsgálata is, ugyanígy a következő is, ugyanerre állt, mondjam, rímel, amit a polgármester úr mondott, hogy egy kicsit utolérjük magunkat. Itt megvannak az új árak, amiket ti munkáltak, amikor ugyanezeket javasolta a földővizsgálata is, ugye elfogadta a földővizsgálata is. Van-e ettől eltérő javaslat? Tessék parancsolni. Azt hiszem, hogy több egy évvel előtt tárgyaltuk szintén a sportcsarnok díjának a nevelését. Én akkor is utaltam rá, de talán nem kellő hangsúlyjal fejeztem ki az aggályomat ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy fordítva ülünk valóban, mert emlékszem, hogy annó
könyvvár polgármesterség idején készült és épült az a szép csarnok, abban a célban, hogy itt a helyi lakosok minél igényesebb környezetben tudjanak sportolni. Hála Istennek az igényesség az abszolút rendelkezésre áll, és természetesen azzal is tisztában vagyok, illetve vagyunk azok a szervezetekkel, akik használják ezt a csarnokot, hogy kell valamekkora mértékű hozzájárulást fizetni. De azt gondolom, hogy egy újabb, majdnem kétszeres emelés az néhány általános ismert és nem túl jó anyagi helyzetű jelenleg is sportoló lakosnak a sportolásnak a lehetőséget el fogja venni. Mind a tollas, mind a kosárlabda a csapatnál egyformán 3500 forint a havi tagdíj a rendszeresen járóktól. Ez alatt ugye azt kell érteni, hogy aki ennek a csapatnak a tagja, az egy hónapban 4-szer, vagy ha 5 esik egy hónapban, akkor 5-ször ennyi havi díjat tudja igénybe venni a szolgáltatást. Ha ezt most arányosítom az új árhoz, akkor ez mivel pont egyezik a eddigi 3500 az eddigi díjjal, akkor ugyanúgy az 5500 forintra kellene fölemelni a tagdíjat is. Vannak olyan családok, ahol már ketten is járnak, az ő esetükben ez 11.000 forint. Természetesen mindenkinek számni kell az egészségére, és a sport az egyik legfontosabb része ennek, de én ezt abban együtt tartom indokolatlan mértékű emelésnek a lakosság felé, hogy egy olyan intézményről van szó, aminek az üzemeltetője önkormányzati tulajdonban van, és azzal a célra hoztuk létre ezt az intézményt, hogy a helyi lakosokat ezzel támogassuk. Nyilvánvalóan a külsősöktől meg kell kérni azt a üzleti mértékű, vagy piaci mértékű díjat, amit meg kell kérni, amit meg is érdemel, de csalának hiszen a környékben miénk a legszebb, és a legnagyobb, ez vitathatatlan. De ezt a helyiektől, ezt a mértékű emelést én nem tudom támogatni. Köszönöm, tehát a kettes pontot mondott. A kettes pontot. Köszönöm. Igen, egyébként ez már elhangzott, ez az arány kérdése, hogy helyi emelés és viszonyítsuk, és azokért magasabbra tegyünk. Azért, hogy tehát nem először van ez a dolog már itt, hiszen tessék másoknak hozzászólni. Miklós. Köszönöm. Csak megérősíteni tudom, Vilmos, én is azt gondolom, hogy ez a csarnok ezért a faluért épült, és nagyon-nagyon fontos közösségteremtő ereje van, annak, hogy járnak gyerekek, felnőttek sportolni, illetve mind a mentális, mind a fizikai egészség szempontjából is rendkívül fontos, hogy járjanak oda sportolni. Két részben vagyok érintett, pont nem beszéltünk össze, de másik kettő, egyik a Refhansöthez által szervezett foci, ahova hát most már majdnem 50-55%-ban járnak a katolikus gyerekek is, illetve fiatalok. Illetve a másik tegnap este volt az Amazon kézilabdázó lányoknak a szezonzáró búcsú kis meccsére edzésére. És amikor említettem nekik, hogy egy ilyen mértékű díjemelés került a testület elé, hát meglehetősen rossz szájízzel, ha pontosabban fogalmazom, akkor felháborodva fogadták ezt a hírt, és azzal engedtek el, amiben engem nem kellett meggyőzni, hogy a leghelyesebb tiltakozáson fejtsen ki ez ellen a drasztikus díjemelés ellen, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy ott járnak, együtt járnak a focira, fiatalok, a kézilabdára, egy picit kevésbé fiatalok már, de rendszeresen ott vannak testmozgás, közösségteremtő. Én azt gondolom, hogy ez a település Alsó-Némedi hála Istennek van az anyagi helyzetben, hogy nincs erre rászorulva. És mivel az önkormányzatunk a gazdája, tulajdonos az Avila Kft.-nek, tehát a helyi lakosok által végzett sportolás, én azt gondolom, hogy ez a település tudja annyiban segíteni, hogy ne emeljen meg ezeket a díjakat. Tehát én azt javaslom, hogy ne emeljünk díjat. Ez főleg ilyen brutális mértékben nem. Te is a kettes ponthoz mondtad. Így csak a kettes pontról beszélek, a többi ön is probléma. Köszönöm szépen. Tovább. Nekem nem lehet. Tessék. Ja, nem.
Köszönöm. Valóban én is így egyetértenék ezzel a dologgal, tehát azért a sportnak egy szinten is akár egy közösségteremtő értéke is van. Tehát, igen, tehát a díj mértéke az nem releváns. Lehet, relevánsnak releváns lenne ugye a napi árakhoz képest, de én is azt gondolnám, hogy esetleg egy kettős díjszabás, ha lehetne ebbe alkalmazni. Tehát, hogy itt az alsó-némedi sportolóknak, vagy a családoknak egy kedvezményt, vagy egy olyan struktúrát kialakítani erre, ami ezt lehetővé tenné. Hát a kettes pont előszó, igen. És a hármas pedig a nem helyi. Igen, tehát a külsősökben nekem sem fogok. Nem, így van. Köszönöm szépen. Nekem, hogyha, vagy nekem lenne az a felvetésem, hogy itt tulajdonképpen én ezzel mindegyet értek, és hogyha azon az elvi alapon mondjátok azt, hogy nem emeljük ezt a díjat, mert helyi, és vegyük ki minden alól, akkor rendben van. De az, hogy mi a mértéke, az itt ez nagyon is helyén való. Itt olyan mértékű energia ár emelés, olyan mértékű emberi erőforrás, munkadíj emelés történt, ami ezt az áremelést bőven indokolja. Tehát a kettő ügy elválasztandó egymástól. Ha azt mondjuk, hogy azért, mert helyi, nem emelünk, azt el tudom fogadni. De azt, hogyha azon vitatkozunk, hogy most 500 forinttal vagy 2000-vel emeljük, akkor ezt nem tudom elfogadni, ugyanis az árak ezt a mértéket maximálisan igazolják. Tehát azért ezt ebben a helyzetben ti is tudjátok, hogy mit okozott ez az ukrán háború, mit okozott a COVID, tehát ezeket az árakat a mostani külső körülmények, amelyek körülveszik az ökröt, de ha azt mondjuk, hogy mi ezt átvállaljuk, mert nekünk ez fontos, akkor ezzel egyet tudok érteni. Akkor ebből a szavunkatokba kapaszkodik bele itt a két úr, a harmadik, és így, magam is ezt átvállaljuk. A polgármit úrnak a szabad. Köszönöm. Igazából egyetértek, de akkor ez hadd legyen egy erősítő indok, hogy mivel mindannyian tapasztaljuk, hogy milyen brutális áremes a mindenütt, és ezt nem kell továbbadozni, ne növeljük ezeknek a némedieknek a terheit továbbra is. Ez a falu járuljon hozzá, és akkor mértékben nem vitatkozunk, hanem segítsük annyival a helyieket, hogy megtartjuk az eddigi díjszabás. Ne terheljünk az eddigi 3500 forint volt, és a tornaterem mennyi volt? 2000. 2. És akkor Miklós? Én mind az Aviva Kft. Vezetője, tehát más oldalról kötelességem ezt igazából ezeket a számokat, illetve ezt a javaslatot előterjeszteni, mivel más oldalról gazdasági felelősség az, hogy nem tudom. Most jó, hát ez... Mondom, ez nem kis gondja, hogy neked ezt lehet mondani, hogy ez mindenképpen kérdezik. Neked is volt annyit, azért 3500, hogy jelentkezően a felügyelte díjat 3500 forint. Tehát azért legalább azt a szintet, hogy nem mínuszba menj a dolog, én ezt javasolnám meg. És akkor az arányai mértéke az egy más dolog. Akkor most mi a javaslat? Hát a javaslatot én legalábbis azt javaslom, mert látva itt a többséget most már lassan, hogy a tavalyi árakon maradjunk meg, és az a mondat, amit te mondtál utoljára, hogy ez nekünk szívügyünk, támogassuk ennyivel a helyieket továbbra, és hogy nem emelkedjük. Függetlenül az árnövekedésektől és mindenről. Mondjuk azt, hogy ez a mi rezsicsökkentésünk, a sportéren támogatása. És így járunk hozzá. Kettes pont. Ez egyébként egy szolgáltat, tényleg ez valóban van, polgármester, ez így van. Tehát ez a településnek a szolgáltatása az itt lakók felé segítsége. Ez kimond, erre bármit már lehet húzni, bármilyen pozitív jelzőt, mert ez az. De ez az abszolút jó volt, amit a polgármester is mondott, tehát hogy benneket kapaszkodjunk ebbe a dologba, és akkor így a kecskék is jól lakik, és a káposzta is megmarad. Szerintem a hármas pontnak a dolgája van így van, mert helyi szervezet, ahol nem éri a 75%-ot. Mert a 4-es szóval nem helyi szervezetről. Jól gondolom? De nem, helyiek is vannak benne, csak nem érik el a 75%-ot. Tehát sok idegen jár, jó, mondjuk valaki. De akkor mi a különbség a 3-as meg a 4-es? Hát az egyiknél meghaladja a 75%-ot, a másiknál nem. Nem, az a 2-es, ahol meghaladja. Alapvetően ez a 3-as, amit
te most megjegyeztem. Ennyi, 100%-ban nem hegyi, van négyes. Penny, mint helyi vállalkozó, tehát innen igazából Pennyre lett ez a angol kitalálva szerintem. Mert én is ezt már úgymond átadtam. Tehát a kettes, ahol eléri, a hármas, ahol nem éri el, a négyes, meg ahol szintén nem éri el. Hát, de ott egyáltalán nincs benne hely, és ezért nem kapnak kedvezményt, mert mondjuk a Penny foci. Tehát ahol már egy helyi van, ott már ott belefér a hármasban. Van benne az elmélet elvállítani. De ha tudsz jobbat, akkor most. Akkor egy kicsit olcsóbb van benne a hármasban. És a Penny helyi? Hát az helyi, nem? Hogy lenne? Vállalkozó, de dolgozó, azok nem helyiek. Tehát a dolgozó van helyi. Na, de azt mondta, hogy egyesület helyi. Nem? Ennyi meddig cikkú. Most ezt nem értem. A Penny Marketnek a dolgozói, az Ócsai, Pesti, nem tudom, igen, mi a tudja, szervez a Penny foci. Hát a akkor igazából, hogy itt az, hogy egy szervezet csoport, szervezet, ezt a meghatározás, ezt úgy vettük át, és ebbe a három csoportba akkor a Penny Market tartozott bele. Tehát ugye, ha működik ez a kategória, szerintem csak annyi hely, ahol nem érje a megfelelőt. Köszönöm, de látható. Nem, mert ezt a kettőt szét kellett választani. Szét akartuk választani, hogyha van benne 5 darab, a 15-ből 5 darab, akkor az a felelőt is kedvezni. Mert van benne egyébként. Köszönöm. Én még annyit tennék hozzá, hogy egyet tudok én is ezzel érteni, bár ebben ez az ülésen nem tudom egyetért, hogy azt szavazottak. De azért, hogy úgy mondjam, a közgazdaságtani közteherviselés megkívánja azt, hogy akkor itt a György Balást szeretném megkérni, hogy a következő számba arról a hírhondóba, meg a Facebookon is, meg mindenhol emlékezzünk meg, hogy ezt az áldozatot meghozta a testület és az Abiva Kft. A sportolók kedvéért, ugyanis az Abivába lecsapódó veszteséget azt mindenki más is el fogja szenvedni a faluba, aki nem húzza a használt a sportoláson keresztül annak, hogy nem emelte a díja. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendben van, én magam is támogatom a sportot, de akkor ezt akkor egy közszívét érteti alapon, szerintem ennek az üzleti logikát és azt a gazdasági környezetet, ami megkívánná ezt, ezt szerintem vázoljuk föl, és mondjuk azt, hogy igen, ennek ellenére figyelünk és fókuszpontban van ez a történet, hogy ezt lássa mindenki egyrészt, hogy ez áll mögötte, tehát hogy ez egy komoly áldozathozattal, nem pedig csak annyi, hogy most éppen nem emelünk, lehet, hogy milliós veszteségek fognak keletkezni az Abivában ehhez képest. Továbbá én azért is örülnék ennek a kommunikációnak, ez korrektül össze lenne rakva, ugyanis a végtelenség ez nem fog tudni működni valószínűleg, hogy akármilyen árak lesznek, itt nekünk még mindig a 10 évvel ezelőtti ársáv tudjon maradni, nem biztos, hogy ezt mindig fogjuk tudni tartani. Tehát, hogy legtudatosabb ez azokban is, akik használják, hogy ez most egy erőteljesen nyomott piaci ár, ez kommunikálni. Köszönöm. Ha Miklós majd mondaná, hogy szerintem a Zorinak ez a lényeges, mert jelentkezik, hogy figyelmeztessük, mert jó, hogy ezt a hírmondóba valamilyen formába hozzuk le, mert majd ebben sok segíteni, mert különben a te neved alatt lenne meg, hát te terjesztetted ezt, hogy elő is bíráltuk, hogy milyen tekintette ezt a dolgot. Én csak azt szeretném javasolni, hogy nem lenne célszerű ez a differenciált ár megállapítás, mert csak azért is, mert egy áfa szempontjából is, például egy tétésmentes átadásnál is az áfát valaki meg kell, hogy fizesse. Tehát sokkal célszerű lenne bruttó elven elszámolni, és akkor itt a vállalkozás folytatásának elve sem sérül, ugye az Abivánál, mégiscsak egy Kft. Tehát ő elvileg nem folytathat veszteséges tevékenységet. És talán az a legcélszerűbb, hogyha egy ár piaci áron megállapítva, és az önkormányzat pedig a megfelelő taglétszám vagy helyi aktivitás alapján támogatná ezeket a szervezeteket,
és akkor tisztán látszana egyébként, ahogy a kommunikáció is, tehát az, hogy pontosan mennyi a rezsicsökkentés mértéke, látszana egyébként szervezetenként. És ugye itt az áfa ellenőrzésnél itt lehetne ebből, hiszen nem tudom mekkora a tétel egyébként, a piaci ártól való eltérés, mondjuk ha 100 000 forint a piaci ár és 10 000 forintért adja ki az AVÉ-va, akkor a 100 000 forint után kéne megfizetni az áfát. Tehát ez lehet, hogy esetleg a 27%-os áfa miatt egy picit fáj, de ennek van kockázata az AVÉ-va szempontjából. És egyébként meg sokkal tisztábban látszana az, hogy a kosárlabda csapat, nem tudom, 1 millió forintot kap, és lehet, hogy most is megkapja, csak csökkentett árformában. Köszönöm. Köszönöm. Csak annyit mondok, hogy ha 12-13 január 1-től emelték a vízcsatornán díjat, villamos energiát, akkor azt hogy számolja a magyar állam ilyen szempontok szerint, ahogy elmondta. Ugye? Hát azért itt egy, bocsánat, biztonsági cégről van szó ilyen szempontból, még országos szinten, hát akkor hol tartunk? Mert a piaci árak már régességen nem mondjuk, mint amennyit fizetünk egy pör méter vízért néznek, vagy csatornái, vagy villaké. Szóval köszönöm, tessék! Csak annyi, hogy ezt nem akartam részletezni, de a könyvvizsgáló és a könyvelő cég is ugyanezt az agrárt fogalmazta, amit az Oli. Tehát lehet, hogy az kellene, hogy egységes piaci ár, és kimutatja az AVÉ-va Kft. Azt a helyi igénybevételt, amelyre ő egy külön támogatási szerződés keretében kér támogatást tőlünk. Akkor ugye nem sérül ez a dolog. Én mondtam azt, hogy nem fogjuk ezzel még terhelni, meg bonyolítani az életünket, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni, de lehet, hogy érdemes lenne ezzel foglalkozni, ha egyetértetek vele, mert valóban az áfa törvény miatt, hogyha itt lenne egy visszamenőleg 5 évre történő ellenőrzés, akkor itt lenne pótlék meg bírságbőve. Ebben nem vagyok biztos, hogy lenne bírság meg. Én meg biztos vagyok benne, mert mindenki ezt mondja. Tehát Miki, oké, hogy te nem vagy benne biztos, csak a te nem biztosadat, én cáfolom azzal, ami biztos is, amit szakember mond. Ezért hát mondtam ezt, ha már a Zoli ezt elmondta. Hát bocsánat, ezzel azért vitatkozom, mert azért mondjuk már ebben. Mire alapítod a vitát? Ebben jó, vitatkoz. Amit szóval én nem tudom, ez amit az Oli mondott, én abszolút már nem a polgármester Zolai, hanem Juhászul, ez gazdaságilag tényleg hiba. Itt ugye egyre kérdés van, amit majd, hogy egyáltalán ennek az új rendszernek kvázi támogatási, vagy ösztöndíj kipótlós rendszernek a kiépítésének, hogy van-e értelme neki állni, azt ott van a fordulópont, hogy ki kéne számolni, hogy mennyire emelkedik a nem németieknek a jegyára ahhoz, hogyha az összes költséget lefedezzük és nyereséges tevékenységet végzel, majd utána 75%-ot mi támogatjuk, akkor utána ott milyen órabérek maradnak, a bérleti díjak a külsősöknek lehet, hogy ebben kiárazzuk magukat már a piacból. Szerintem maradjunk annyira, hogy ezt most így fogadjuk el ezzel a módosítással, és utána elkezdjük ezt az egészet átdolgozni. Igen, ez volt nagyon javaslat, hogy ezt határozott ezzel a módosítással, viszont az kedves módon eddigi árak maradnának a 3500 és a 2000 forint, és akkor legyen ennek egy talán ötödik pontja, ami szerint, hogy felhatalmazzuk az ügyvezetőt, hogy az elmondottak alapján az áfa törvénynek a becsalódás esetében a Zoltánnal üljetek le és ezt beszéljétek át, és valamit hozzatok ide, hogy kerüljön ez akár kivel is megbeszélésre. Tessék! Ezt akartam mondani, tehát erről beszéltünk és számolni fogunk, illetve lenne még egy javaslatom, ha már ilyen probléma előfordulhat, a hármas pontban a tornateremben is van díjben állapítva 5000 forint. Elkerüljük ezt a problémát, alapvetően tornatermet helyet használják, tehát vegyük ki, és akkor már esetleg... Ne vegyük ki, majd kidolgozod az újra, ja. Jó? Ez így jó ahol. Mert akkor 5000, jó. Azzal a kitétellel, amit itt ugye módosító javaslatként a kettes ponttal kapcsolatosan megfogalmaztunk, hogy akkor elviszinten nem szeretnénk emelni a
egy szervezeteknek, nem azért, mert indokolt vagy nem indokolt, hanem mert itt állt. Köszönöm. Tehát akkor uraim, ezt gyere róla. A kettes napirend akkor változott, a kettes pontban még összeg változtának 3500, illetve a 2000 forint, illetve egy új ötös pont kerülnek, amit elmondtam az előtt, hogy az áfatörvénynek van megfelelés tekintetében felhatalmazott az ügyvezető, hogy a Zoltánikkal dolgozzanak ki, ezt köztessék, egyeztessék, akivel lehetséges első ellenőrünkkel, és a többi, stb. Aki ezzel így egyetért ezen a módosításokkal határozott, kívül az alatt javaslat, ezt egyet alatt egyet. Köszönöm, hogy látom. Kájusz? Ja. Hát egy oké, kimondom egy kicsit. Hatos még mindig a Béva, sőt még utána is. Itt az iskolájában tartalma és tartott eddig is, és továbbiban tartom családi rendezvények életi díjának megállapítása elvesztendőre. Ugye kettőről van itt írva, hogy kettőt jelzett a szomszéd, a gasztró, fajgasztró Kft. Ugye javasolt egy 350 ezer forintos plusz áfa, a lakodalom összeget az óvadék 100 ezer forint meghagyása mellett. Ezt is tárgyalta az ő felügyelőcsávok, és így a nulladó. Így a nulladó körül vagyunk, itt nem lehet akkor talán olyan, mint az előző. Van egy eltérő javaslat? Ha nincs, aki egyet, bocsánat. Én nekem csak egy kérdésem van, itt azért nem csinálunk helyi, nem helyi megkülönböztetést, mert nem helyieknek nem csináljuk ki családrendezvényen. Nincs igény. Segítsetek be, ez valamikor 14-ben, amikor volt az első lakodalom, és azt úgy tudom, hogy csak helyek. Ez volt a kérdés, hogy akkor. Köszönöm. Aki egyetért? Köszönöm. Egy hangot. Hát itt egy érdekes helyzet, ez a 7-es pont. Nem is egészen értelem, de a 7-es értelem kell velem, hogy most a illeték így megemelkedett, mert az alatt másképp számolt a illetékes hatóság, polgármester úr. Ezzel kapcsolatosan nagyjából mindent leírtunk. A bruttó árat vetén alapul az illeték kiszabásakor, holott a bruttó ár és nem is mozgott, hanem a fordított áfa szabályai szerint a takarék bank által, vagy a TIHASZ által befizetésre került az államnak, és ezután is kiszabtak áfát. Mégis az összes tanácsadónk azt javasolta ezzel az ügylettel kapcsolatosan, és így csak utalnék az előző napi rendi pont jogszabályi problémájára, hogy ne kezdjük ezt el bolygatni, mert ennek lehetnek negatív következményei, és egyáltalán nem biztos, hogy nekik fognak igazat adni, mert ők bármikor megállapíthatják az ingatlan forgalmi értékét, akár a bruttó értéknél is magasabb áll. Szerintem eltérve. Igen, ők, ha kijönnek a helyszínre, megszemlélik, és kérem szépen, akkor megállapítanak egy olyan árat, ami szerintük a forgalmi érték, függetlenül attól, hogy most milyen ár szerepelt a szerződésben, ez lehet akár több is, és azért nem. Na, szóval ennyi. Nem lenne jó. Igen. Köszönöm. Köszönöm. Hozzászólás? Ez nem lehet, hogy valami eljárás rendi hiba, vagy valami, de... Nem. De... Miklós. Akkor... Igen, a törvény mit mond ki? A nettó vagy a bruttó ár? Forgalmi értéket mond ki. A forgalmi érték az eltér a nettó, meg a bruttó ár. Meg a szerződés és ártól. Meg attól is eltérhet a szerződés és ártól. És akkor itt még egyszer utalok arra, hogy az előző napirendnél is volt egy jogszabályi hivatkozás. Tehát az áfa törvényre figyeljünk azért minden alkalommal. Én most szerintem az áfa az nincs köze, hanem az értékhez van köze. Hogy igen. Az illeték hivatal bármikor azt mondhatja, hogy ez nem ennyit ér, hanem 50%-a többet ér, azután állapítja meg a fizetendő illetéket. És lehet, hogy most kedvezően kérdezték ezt a dolgot. De nem vitat, ők nem jöttek ki ezt a szemlézni, nem vitatták. De azt jól fogó. De akkor ez nem, akkor nem az illeték hivatalnak. Jó, értem. Jó, hát akkor jó. Igen, Jan, még az Juhász Zoltán.
bocsánat, fordították a kapcsolatban, igaz, hogy, hogy nincs áfa a számlán, de az azt jelenti, hogy a vevő fizeti meg. Megfizeti és leg is vonhatja magánkájóban. Így a forgalmi értéknek tényleg a része. Tehát az, hogy egy fordított áfás a számla, az nem azt jelenti, hogy annyi mentes vagy 0%-on, hanem az, hogy a vevő fizeti meg az áfát. És hogyha levonási joga van, akkor pedig levonja. És nyilván a forgalmi érték az mindenhol egy literte is bruttó, nem tudom, hogy fordítva tartalmazza az áfát, vagy bármi. Igen. Jó. Köszönjük, hogy én szerintem sem forgassuk. Legyen vége már, mert jó lenne, mert már nagyon hosszú ideje tart az evolúciónak, ha már előtt pont a végén, akkor már jó vagyunk. Aki egyetértek előkeresztésünk foglalatokkal, egy hangulat látszani, köszönöm szépen. És az adió utolsó. A hivatal felirat, hogy elkerült a régi felirat. Régóta szorgalmaztam magam is, hogy kifogásoltam. Előterjesztés szerint Szegvári Tibor legyen vállalkozó szakemberet, amely szedte, gondolom őszedte le. Igen. A szakmailag, hogy javasoljuk az árajánlat alapján megbízni az hogy ez miatt is itt van mögött hölgyeleként képezve, hogy ő fogja tudni dizájnolni itt nem sokára. Van egy kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, aki a határozati alapodnak foglaltakat elfogadja, hogy ezért. Köszönöm a raporton, már a bolyóterést kiadt. Fordalom is kérdő, hogy egyes önökörű események engedélyét, ez a hosszú. Igen. Mi a fizetendő mértékén, hosszú a felmelet megosítás. Államölet felvetett, hogy a kiküldék az indoklás előtte van. Elegyeztetett házasságkötések miatt így beletettem a régit is, és majdnem ezt a később videókon tanultam már ezeket túl lesz, mint amikor ismét ide kerül elé a valósítás. Van-e kérdő javaslat? Ha nincs a kérdőtét, a rendelettel vezetem, és ha nincs, akkor köszönöm szépen. Egy kérdőnök láttam, köszönöm szépen. Ismét az újja, a előterjesztő egyadat beszámolójával. Ez pénzügy nem miért tartozik? Itt az a... Őszinte leszek, nem voltam itt a múlt két utolsó három napjában, a családi eseményem volt, és már nem akartam bele javítani az anyagot, amikor ezt nem behozták. Mint jogi, mint rendi, csak egy tájékoztatásokat akarok. Tessék hozzá kérdezni elsősorban a előterjesztőhöz, vagy önmagunkhoz, nem hiszem. Én szívesebben látnék egy kis többmaradót, megmondom, hogy szintén nem csak az adott év, bár az adott év, de ugye viszonyulásoknak nem lenne az összeállít felé, hogy ugye is lenne az egyébként. Tehát én gondolom, akár a születésről, akár a között látnánk egy ork, illetve a lárról is, hogy jó, már legközel. Jó. Az ügyek száma sem, mert ugye, ahogy nem a lakosság gondolom, az ügyek száma is azért. Nem is a lakosság, hanem az elektronikus ügyintézés. Sokkal több iktatott iratunk van, mint vagyunk. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás más? Ha kérdét ért az előkeresztésben foglaltak, köszönöm szépen, meg alatt egy hangú volt. Köszöntöm alatt a ügyvezetőjét, most már egyetlen ügyvezetőjét tudok, mert hiszen kettő ügyvezetőjét, most már egy van, mint ahogy tetszik, hogy erről a posztjáról lemondott. Megkaptuk a 21 évig beszámolót, illetőleg a testületet a bizottságnak. Kérdezem, hogy ki kívánod elkészíteni a hivatkozással már is iskolát. Én sok minden nem talán annyit, hogy az utóbbi időben nagy érdeklődés van német iránt. Sok vállalkozás szerette minél több illetős mindenki szennyezet elhelyezni a településen. Hát ehhez viszont megépíteni kell majd a vízbázist is, valamint a szennyvíztisztító telepet is. Tehát hát itt azért hatalmas érdeklődések vannak, tehát ez gondolom jó lesz a sorélet, meg is meg mindennek. Egyelőre még a ivóvizet ki tudjuk szolgálni, szennyvizet el tudjuk vezetni, tudjuk tisztítani, tehát ilyen probléma nincs. A lakossági szennyvízellátás bőven nincs veszélybe. Nincs veszélybe. Hát ez, ha
még igénybe szeretnék venni, akkor viszont bővíteni kell majd, hogy egy több száz köbméter per napról szólt, ez még el van írva. Ennyit szeretem volna. Valami kérdés. A szennyész tisztításhoz Rohán, hogy nincs valami olyan nem műszaki megoldás, ami bővítés jelent, bővítés mindig műszaki megoldást jelent. Van valami biológiai, amit tudom, van valami kísérlet is, ugye most... Kajka mikrobi pályázati kísérletünk. Egy jó fél éves csúszásban vagyunk, ugyanis nem tudtuk beszerezni a mikrobuborékok előállításához a műanyagot. Most már megvan, gyártjuk, tehát egy fél éves csúszásban vagyunk, végére többet tudunk mondani, viszonylag kísérletek van. Hát azért nagy tereik vannak ezzel a nem régi bővítéssel együtt, ugye, hogy a szóban tudja. Mennyi most a... Az emberi cendíz. Mennyi most alatt cendíz, nem tudjátok? Most ebben. Azt mondja, de a cízen alatta vagyok, de ugyanaz a... Egyenézettél. Így van. Nekem azt mondtam, hogy még van. 80-100 köbméter kapacitásunk még van, tehát itt a lakossági ellátás az bőven biztosítva. Meg egy kicsit azért ezt a telepet túltervezték. Azért ezt ezt a telepet úgy tervezték meg a telek akkorák, hogy itt a téli időszakban is a vákumos rendszerből hideg víz érkezik be, hogy azt is tudja tisztítani, tehát normál vízből az egy 20%. Ez igen, az igen. Csak úgy. Igen, amit azért érzékelünk, hogy valóban, ahogy a Lórán mondták, ennek a legkirejebb télen is tudni kell a szigorú paramétereket, és nyáron gyakorlatilag a kérdelet működik, mert a magasabb hőmérséklet elég hozzá. És egyre inkább azt látjuk, hogy nincsenek már nagyon szigorú telek, mint amire tervezve lett. Tehát ezért hidrolik a kapacitása még talán van a teletnek, esetleg a nagyobb bizonyosségében gépészettel lehet tenni. Azt mondom, hogy még is ez szép a törökülésünk. De ha sikerül ez a mikróbia, akkor itt viszonylag kisben változásra sok mutát el tudunk érni. Tehát viszonylag nagy kapacitás bővítés elvettél. Úgyhogy a telek vannak. Csak mi. Jó, köszönöm szépen. Van-e más kérdés Lórántól? Aki egyetért az előtesztően fogadatokkal beszámolni, hogy ezt előtt. Köszönöm, mert alapítom egyébként. De ez csak egy formális módosítás valóban. Így van. Én azt hiszem, hogy ez nincs hozzászólásunk, és mi próbálunk, mint a kettő formailag ezt nem próbálunk. Köszönöm szépen, kiért egyet, aki nem, tartózkodás, megállapok, hogy egyébként volt. Ugyanaz a helyzet, hogy egy községben, egy városban belép a fa 5-be, a 13-as napi rendbe, és ezt a belépési szándékot ugye már is a módosítás, a társulási megállapodás. Aki egyetért, köszönöm, egy hangú volt.
téli 56 szám alatt ilyen régi posta, hogy így mondja, a kövesi házból van szó. Végreadás útján a dínje állósítás, amikor is volt ott már dínje állósítás, egy megszokott hely szerintem. Én azt mondom, hogy a hatalmat szerint akkor bíznak a polgármestert, hogy ott a, hogy ezt bonyolítsa le. Van egy eltérő javaslat. Ha nincs, csak egyetért, köszönöm egy hangú. A raktár árdikáját indítózni átadási kérelemmel, ez is ott szabályi kötelezettségen alakul, mert sincs mit hozzátenni, ennyivel mi a feladat a dakörnek. Aki egyetért, aki nem, egy hangot köszönöm szépen. Költségvetés első negyedéves anyag, mint minden évben kapjuk. És akkor most haladjuk arra, hogy negyedévenként jön, vagy első, második, harmadik, negyedik lesz, hogy most negyedében van. Mert korábban volt az, hogy első módosítás, második módosítás. Nem a tegyőt bevég valószínűleg, de... Negyedévhez kapcsolódó. Jó, akkor mindig negyedévhez kapcsolódó. Csak úgy nevezzük akkor, hogy első módosítás, második módosítás. Akkor most ez maradik egy első. Negyedévhez kapcsolódik. Jó, negyedévhez kapcsolódik, akkor nem mondasz, hogy itt van hozzá tervezet, ember a tervezet. Végül is a szokásos, hogy mi előtt, hogy lehet kapcsolatunkból adódóan történt egy változás, ami 3.162.943.944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 .
szabad pénzeszközök felkészítéséről kapunk előtt egy tájékoztatót. Erről már látom, hogy ez, ha én összehattam, akkor ez ennyi kicsi forintra jött ki ez a államtétel. Igen. 5% 552-58 alatt. Csak a felé. Csak a felé. Csak így van. Már valami. Köszönjük a tájékoztatást. Aki egyébként a határozat gyilagosoknak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor jön a új 18-as, ez a bizonyos középfeszetés, biztosítás, építési munka ideje alatt. Ugye köztudott, hogy az iskolánál jön a KFT, azt a három a tényképpel, és mondjuk a fontosabb munkát végzi, akkor egy részét elvégezte, amit már tudta, hogy kapott előre pénzt, jövünk, hogy vásároljon be, hogy ne az idén kerjen, és ez jó ötlet volt. Én károltam ellene, annak idején, de megvan, hogy ez jó ötlet volt. És most itt a konyha vezetője írt egy levelet, mi szerint egyeztetve ott a kivitelezővel, mondok akadnak a kivitelezéssel, ha működne a konyha, nem beszélve a megoldásról, úgyhogy megoldást keresett ebben a hivatal, és a határozati javaslat szerinti klasszokát bízna meg azzal, hogy ők csinálják ezt a főzést ezen a időszakon belül, és hát a felmérő költséget pedig kormányzat a konyhaköltségben biztosítsuk. Egy millió 800.000 forint, 27% által többet költséget okozott a dolog. Van ez a vezetésnek hozzáfoglalás? Annyi, hogy a Damasi önkormányzati konyha is szerepel, mint olyan cég, akik eltérünk, hogy ez alatt az időszak alatt főzöm. Ez a kötelező feladatok, másrészt különböző meglévő igények, orvodát is működtetünk, bölcsödéseket is el kell látnunk, illetőleg vannak olyan csoportok, akiket vállalom volna a némeni konyhán keresztül ellátni, de a némeni konyha 6-7-10 zárat kell. Nem vállalják a konyhások, hogy forba főzni. Hát igen, az is meg hányti ezt kérdés, hogy rögtön értek. Meg olyan kérdésem van, hogy ugye a fajta azt mondja, hogy a bekárétermesség, ami hogy ők lehet tudták bevállalni az egészet, egy bölcsödés étkezésnek, hogy a szociális külön van a gyerektől, vagy mások a gyerektől. Bölcsödés és aggodás étkezést ők nem tudnak biztosítani, és más az ízvilágok az étkezésnek. Még a kiszállítás se vállalják a gastról. Azt viszont szeretném jelezni, hogy költséget spórolunk meg, ugyanis a konyhás lányok a gyakorlázati busszal megoldják a szállítást. Spórolunk. Köszönöm. Hozzászólás? Aki egyetért? Köszönöm. Egy hangú? Nem. Nem tettél már? Nem. Tupaszív nyári bábor.
elmélyítéztetés hozzáállásához. Arra hivatkoznak, hogy már tavaly is olyan kormányzatoktól igényelték azt a bizonyos gyermekenkénti összeget. Annyi módosítási javaslatom lenne a határozati javaslattal kapcsolatosan, hogy az utolsó sor úgy kezdődik, hogy alsónémedi állandó lakóhelyen rendelkező gyermekek étkezési díjának átvállalására 1300 forint per fő, per nap maximum összeg erejéig. Ez azért, mert ennyivel drágábban főz a tapas. Ők már érvényesítettek június 1-ig áremelést, mert ugye lejárt a veszélyhelyzet, mi ezzel még nem foglalkoztunk, mi gyakorlatilag önköltségi áron csináljuk a gyermekeknek az étkeztetését. Ugyanakkor ez a csupaszint nyári tábor, láthatjátok, sok gyermeket, összesen 70 gyermek elhelyezését biztosítja, és hát mondhatjuk nyugodtan azt, hogy egy önkormányzati kötelező feladatot vesz át, ugyanis a jogszabály szerint egész nyáron az önkormányzatnak kell felügyeletet biztosítani a gyermekek részére. Hát akkor fősebb nem azt a kérdést, hogy ő ezt ugye elmukat épületbe csinálja. Az incéjét. Igen, de az önkormányzatnak kötelező feladata egész nyári szünetben, amennyiben a szülők igényelni, nem, a gyermekfelügyelet, a munkahelyen. De az ő is hónapban öt gyermeknek a gyermekfelügyeletét kell biztosítanunk. Hál' Istennek találtunk olyan megoldást, hogy felváltva pedagógusok vállalták, hogy erre az öt gyermekre vigyáznak, a konyhán tudnak étkezni, de kötelező feladat. Tehát aki nem tudja semmiképpen megoldani, egész július hónapban a gyermekére így kell vigyáznunk. Akkor ez 900... 10.000 forint. Most a 200 plusz 10.000 forint. 200.000 forint volt eddig, hogy a ruhájának 70.000 forint. 21.000 forint. 90. Bocsánat, igen. Na. 90. Bocs. Na, mert... 90. Tehát akkor mennyi változásra, hogy 600 forint helyett, olyan, mint a fő helyett 1300 forint, és akkor max mennyi? Ahány gyerek lesz. 1300, és a végén ahány gyermek lesz. Mert lehet, hogy csak 6, ez 3 lesz. Ez egy összeg, ha nem megy minden gyerek. Akkor lehet, ez kevesebb is. Köszönöm, aki egyetért. Mert a kötelező feladatot lesz. Ez álló. És ez ennyi megkerülni a kötelező feladat ezek szerint. De most fekvünk a legszállatért, hogy nem tudom, hogy látok el is. Hát, ha nincs az építkezés, akkor egy bontás következik, mint hozzá a Szent István Féle rendezvény a karmányítások felgyűlés állatok építése. Négy szépség képünk találatot, mindössze ketten adták be, a Profil Kft. És a Hungero Kft. Szabad kibontom. Ha mellett a nálamról segítőm. Az egyes volt. Költségvetés főösszes, a Profil Kecskemétől, Profil Kft. A munka ára, azaz hátfáson 5.983.474, most. Tehát 5.983.474.
ott a számomboríték. Ezt kérem a Munkero Kft. Egy budapesti épületben annali kerület. Ez a drágább 6.894.016. Tehát akkor a határozati javaslat az, hogy az olcsóbb, 5.983.474-jel a profil Kft-t javasoljuk esetleg kihirdetni győztesként a képviselő testületnek. Aki egyetért, aki nem, az állapítani, hogy a rúgó. És akkor kérdezett, hogy az ajánlati tételi fölhívásból kimaradt a műszaki tartalom, amit pedig megkaptunk. Ebben nincs semmi fél. Kimaradt. Van egy részletes árazatlan költségvetés. Ez alapján nem. Az már akkor előttünk volt az árazatlan költségvetés. Igen. Szépen. Mi a határidő? Azt mondja, hogy 3 nap alatt fel kell vonulni, és annak mondjuk a szerződés. Kötéstől. A következő sebességmérő doboz vásárlási lehetőség, polgármester úr. Ez egy új találmány Magyarországon. Egy cégről tudunk, aki ezt a sebességmérő doboz gyártja, telepíti. Ennyi az ára, amit itt láthatok az előterjesztésben. Ezt egy németi, egyébként a budapesti rendőrfőkapitányságon dolgozó rendőr hozta ezt az ötletet. És rákérdeztem, amikor volt egy dagasi rendőrségi fórum, ott volt a Pest megyei rendőrfőkapitány úr, nála, hogy erről mi a véleménye. Azt mondja, hogy nagy elánnal támogatják, ha valakinek van anyagi lehetősége, ők nagyon megválogatják azokat a helyeket, ahol ezt a Pest megyei rendőrkapitányság forrásaira támaszkodva szeretnék letelepíteni. De egyébként segítenek a hely kiválasztásában, hogyha önkormányzat ilyenfajta sebességmérő doboz szeretne letelepíteni. A kapitányok, a dagasi kapitányok írt nekem egy olyan e-mailt, hogy 1,5 millió forintból meg lehet ezt oldani, de aztán utána tisztáztam vele, hogy ez egy téves információ volt. Neki is rossz információt adtak, mert hogy csak a doboz kerül, többbe kerül, mint az a 1,5 millió forint. A lényeg az, hogy ő is támogatja, ha mi ebben indulunk, akkor segíteni fognak szakmailag kiválasztani azokat a, vagy azt a pontot, vagy azokat a pontokat, amire ezek telepíthetők. Az a dolog lényege, hogy akkor is nagyon komoly visszatartó erővel bírnak ezek a trafiboxok, hogyha nincsen bennük sebességmérő készülék. Tehát ez ugye nagyon sok helyen a nulláson is, meg több helyen láthatok olyat az M7-es mellett, hogy trafibox van kirakva gyakorlatilag, csak az másfajta, komolyabb ennél, és vagy erre fordítják, vagy arra fordítják. Én mindig leszoktam fékezni, tehát ezt tudom mondani, nyilván azért, mert jogkövető állampolgár vagyok, és nem szeretek gyorsan hajtani, de ha mégis többen mennék egy kicsivel, akkor lerassítok, mert hiszen nem tudom, hogy mikor van benne trafipax, tehát sebességmérő eszköz, amely viszont rögzíti az adatokat, és ugye kapcsolatban áll a rendőrséggel. Én a magam részéről egy ilyet mindenképpen javaslok, mégpedig, hogyha el fog készülni, és rövidesen el fog készülni, látjátok, hogy itt lesznek az ajánlatkérő kiválasztása majd a zárt ülésen a büntető lámpa telepítéséhez, illetőleg a gyalogátkerülő egy átrakásához. Mindenképpen az lenne a szerencsés, ha a lámpától 100-200 méter között szépen valahova elhelyeznénk ezt a trafiboxot, mert akkor elérnék azt, hogy nem gyorsulna fel az ember a lámpa után, nem lépne oda, egy. Kettő pedig, ha visszafele fordítanánk, elérnék azt, hogy nem százal menne a lámpához. Tehát ez egy mindenképp egy célszerű eszköz. Én a magam részéről első körben egyet javaslok, próbáljuk ki, lássuk meg, hogy ennek ténylegesen
az egyik sőt azt merem mondani, hogy talán a legveszélyeztetettebb útvonalunk Harasztiból, ahogy jönnek be, illetőleg Haraszti felé, ahogy hajtanak ki a Haraszti úton. Ezt próbáljuk meg, lássuk meg, hogy van-e ennek hozadéka, eredménye, mert azért nem két fillér, ugye ez az egész történet. Egyébként olyan, hogy ha neki megy az autó, akkor is megvédi a benne lévő, esetlegesen benne lévő mérőeszköz. Tehát nagyon ilyen ütközés biztosan van kialakítva ez az egész box. Újdonság, eddig nagy probléma volt a Haraszti úton, máshol talán nincs is ilyen kritikus helyünk. Úgyhogy egyet ide javaslok mindenképpen. Köszönöm, Miklós. Az, hogy működik vagy nem működik, az van köztük pénzügyi különbség? A rendőrség tud adni mérőműszer, Davasi rendőrkapitányságnak egy van, ezeket rakosgatják ide. Ja, értem, hogy nem állandóan van benne egy kütyű, hanem... Nem. Viszont azt a kialamény nem tudja. Nem. És hogyha például este megy sokkal, akkor villan? Nem villan, de van a cég, aki fejleszti ezt, annak van egy olyan elképzelése, hogyha nincs is benne sebességmérő eszköz, úgy látod, mintha lenne benne. Tehát egy ilyen szemfényvesztés mondjuk így, hogy megijessze a gyorsajtókat. És hogyha amikor működik, akkor mit csinál, bocsánat? Nem tudom, hogy mit csinál. Ugyanazt, amit a rendőröknél a kocsiban, én ott nem látom, hogy villognak. Ez a régi volt, amelyik villogott, ezek nem villogott. Ha azon működik, akkor elküldi a gyorsajtást. Igen. És rendszám felismerő. Igen. Tehát akkor a rendőrkapitányság feljelentés, pedig gyorsajtás miatt. De ezt a rendőrség dönti el, hogy... Bocsánat, hogy most elvártam. Hogy a rendőrség dönti el, hogy mikor kapcsolja be, mikor nem. Nem a bekapcsolás, hogy mikor hoz ide sebességmérő eszköz. Ez nekik előnyös, mert nem kell itt tartani egy autót, nem kell itt tartani két ember, tehát ez nekik előnyös, ezért is támogatja a kocsis. Tehát, bocsánat, akkor ez műszaki kérdés, hát akkor ebben nincs fixen mindig benne. Nincs. Igen. Véletően két hetente egyszer lesz, vagy három hetente egyszer benne. Ennyi pénzért. Ma ezt akarok. Tehát azért 4,5 millió forintért egy üres dobozt. A visszatartó erre, a preventív. Ez a rendszer. Nem egy üres dobozról van szó. De akkor magyarul az 4,5 millió forint nem tartalmaz a trafipasszakat. Nem. A trafipassz az a rendőrségé, az a miénk. Azt mi nem tudjuk. Egy bocsánat, én ezt úgy gondoltam, hogy igazából a rendőrséget támogatják. Alsónémeri vásárol egy fixen telepített trafipaxot, amit a rendőrség üzemeltet. A trafipax sokkal drágább. És csak ez a berendőrség. Ez egy prevenciós eszköz. Ez egy bot. Mint amit az hetesen látsz. Egyesen. És mindenki eljön bele. Egyesen kezdték. Kihozzák, kinyitják, beleteszik, összedugják a világot internettel, és kész. Utána elviszik egy napot. Világos, hogy ezért van kicsit. És ez hány méter? Kicsit sokkal tartom ezt a 4 millió eset. Hány méter? Fogalmam sincs. Én azért nem tartom soknak, ugyanis én többször elszenvedője voltam, hogy kisunatámmal toltam át a zebrán, egyik megállt, a másik körül 100-zal elsöpött mellettünk. És én azt mondom, hogyha 4 millió forintba kerül, hogy az ott levő több száz embernek a biztonsága meglegyen. Én azt mondom, nem nagy el, azon kívül nyilván a telefonodért is kiad 150 ezer forintot, pedig ez 10 dollárért fossa valahol Kínálba egy gép. De nem a 10 dollártól tartott soknak, hanem a tudást, ami benne van. Itt ugyanaz van, hogy meg kell fizetni azt, hogy van egy lehetőség arra, hogy sebességet tudnak mérni, meg kell fizetni azt, hogy ki tudja milyen okból egy szét telepíti, ő olyan árat mond nyilván, ami neki kedvező, harmadik pedig elő van készítve egy infrastruktúra. Tehát lehet, hogy soknak tűnik ez a 4 millió forint, de ez, mint a rádiótelefon, ennyibe kerül. Én szerintem a próbaképpen mindenképpen javaslom, hogy egyet csináljunk, mert úgy, ahogy a sportot támogatjuk, a biztonságot is támogatnunk kell. Itt a táblázatban a műszaki praktikusokkal, hogy elmondják, hogy elmondják. Igen. Jó, most? Bocsánat, én azt... Igen, nekünk kimaradt. Én nem vagyok egy anyagot. Itt mondják, hogy kimaradt ez az anyagból. De egyébként nekem
szerkezetnek, amit egy teljes lapban. Egy teljes lapban. Itt van, hogy megtudom. Ez se? Ez se? Az önök az igen. És ez nem érkezett? Nem. Nem is kérdezik. Ez kellene érkezik valószínűleg, hogy azt a napot kérdezik. Ettől függé van, hogy elhallgatom. Ha tárgatok, szerintem az se. Az se. Az se. Mert az pont az adódalom volt. Azért kérdezem. Valószínűleg ez nem csak egy négyen doboz, hanem nyilván ahhoz, hogy ezt a rendőrség illetően tudja bele az eszközt, ahhoz a megfelelő csatornán ahhoz kell lenni. Persze, nyilván. Persze, nyilván. És egyébként, ahogy a Sajnagyokos mondja, bármit, amit arra a területre viszontlági technikailag rá tudunk fektetni, vagy rá tudunk szállni, az megéri, mert jelen pillanatban teáz. Mondom, ezt már sokszor elmondtam, a Facebookon fölbukkannak fotók, és nem volt ritka a 140-150 km-es sebességmérő állás, és dicsekszik vele, hogy ő általában ezek nyáron, tehát meleg egy időben, és éjszaka történnek, és megnézik, hogy mennyire tudnak bemenni, és utána felveszik Facebookon, és dicsekednek vele, hogy ő 50 km-nél ezen keresztül 150-nel végig ment. Igen, én annyit tennék hozzá, hogy azért ott a arasztrútól, hogyha megjön ez a büntetőfékezős lámpa, akkor azért az reményék szerint azért ennek a nagy részét, de nem tud bemenni, de pirosat fog kapni. Tehát, hogy... Bocsáss, hogy Józsi félbeszakítalak le. Igen. Jó, a jelenlegi körülmények ez képest azért reményik, hogy ebben lesz. Én csak azt tudom, hogy most nem, hogy félbeszakítottalak, állsz a kólánál, ahol kamerát adnak. Nézd meg, hogy piros, szembe, tapsonyok, egy, kettő, három, így mennek át. Tehát egy olyan lámpánál volt életőleg kamera. Nincs egy kamera. Nincs kamera. Hát van, fenn a bicinél van kamera. Azt a keresztülésen, ott van egy védekapu egy picit odébb a Budapest felé. Az, én ezt megérsítem, amit te mondasz, hogy úgy mennek át. Tehát sajnos jobb, mint a semmi. Tehát nagyon örülök neki, hogy lesz ez a büntető piros, de hogy mondjam, kicsi behatással van cselekvésükre, hogy... Szerintem a büntető állapot az egy élhető trafipax. Egy trafipaxsal együtt ez már kiváló. Nem váltja ki a vélhető trafipax a büntető lámpát, hanem lesz egy büntető lámpa. A kereszt egy élhető trafipax. Igen, és plusz ahogy áthalad a büntető lámpán, utána pedig lesz egy vélhető trafipax. Tehát legkésőbb a vélhető trafipaxnál, ha még a piroson áthalad, akkor is én gondolom, hogy lelassít. Ez olyan lesz ez a doboz, amit majd ha az a jelzőrendszer, ami a modern autókban be van építve, hogy ugye jelzi neked előre, hogy mikor következik sebességmérő eszköz, ez benne lesz. Igen, a fixeket beleteszik. Ez benne van lesz. Van, ami kiüti a hogy ne lehessen lemérni, és van olyan, amit nem tud kiütni, ezek a dobozosokat nem tudja kiütni, ezek pedig bele vannak táplálva, és elkezd vizelni, egy csipogni, és jelzi, hogy 150 méter múlva... Egy kis kvalitára jönnek meg, hogy én tesszük. Még annyit tennék hozzá, hogy az abszolút jó lenne, amit a polgármester úr is mondott, hogy letennénk oda Haraszti út elejére a büntetőfékezést, és egy pár száz méterre fölé ezt, de én szerintem ezt úgy kéne, mert ugye a Pavlovi reflex az működik, tehát az fog történni, hogyha valaki bejön 150-nel, vagy 100-al, vagy 80-al, vagy már a duplány majdnem, és kétszer elmegy és nem kap bírságot, akkor ez semmit nem fog érni, azt lehet garantálni, tehát nekem azért van egy ilyenem, és ez meg fog történni sok ezer autóval, hogy nem fog kapni semmit, ha ott nincs trafipax. Tehát ez nap végére, ha itt havi egyszer van mérés, a nap végére éves összesítésben semmit nem fog ez érni, mert a 99%-a nem kap büntetést. Épp ezért én azt javasolnám, hogy nem tudom, hogy van-e ilyen lehetőség, hogy azt kéne mondani a dabasi kapitányságnak, hogy számunk erre pénzt, számunk 5 millió forintot, de 5 millió forintot nekünk csak akkor éri meg rászámni, hogy ez működik és van értelme, és kötni valami olyan együttműködési megállapodást, hogy mi telepítünk ide 2-3-at akár, és hozzák ki, és mondjuk heti, vagy havi háromszor, vagy havi ötször, vagy heti egyszer, de legyen itt,
És ezt mi is tudjuk ellenőrizni, és lássuk, mert hogyha ennek olyan lesz a szórása, ami nem jelenik meg, meg aztán egyszer elfelejtik, mert más eset van, akkor két hónapig nincs is bekapcsolva, akkor oda fogunk elérkezni, hogy ez tulajdonképpen sem. Mennyibe például egy napi max? Nem tudom. Ha jól tudom, 20 millió kolibri összeg. Egy darab. Az, amit használnak a rendőrök. De nem is lehetsz te, tehát magát nem is nem lehetünk, mert ugye ezen munkát veszel a rendőrségnek, ezt ők nem preferálják. Ez, amit te mondasz, ezt meg kell kérdezni, 99% hogy ebben nem fognak vele együttműködni, mert nekik megvan az a menetrendjük, amit a Pest megyei közlekedés biztonsági főosztály kimunkál, hogy hol, mikor kell trafikozni. Amint egy hónapra előre interneten meg lehet nézni, hogy melyik településen. Igen, mert csak ott is, hogy nehogy véletlenül valami. Hát ez egy apró. Tehát azt el tudom fogadni, hogy most például vettünk egy autót, amit 80%-ban nem itt használ. És megvettük az autót, néha bejönnek vele a faluban, és oké. Azt el tudom fogadni, hogy járőrautónak ez a funkció, hogy járőrz. Ettől falunak jobb lett, rosszabb semmiféleképpen, de az, hogy egy fix pontra letelepítünk valamit, ami még akár kontraproduktív is, de olyan nullás szorzó hatást érzek neki körülbelül, mert ha a piros lámpán átmennek, ezt is át fognak venni, főleg a nekod bírságot. Tehát, hogy ezt most én úgy érzem, hogy van egy színházunk, hogy akkor maradjuk itt a Gyurgyákőre hatása alatt vagyok még úgyis, be van rendezve a színház, de nincs benne előadás. Tehát, ha ebben nincs előadás, akkor kár a gőzér, mert ez le fogja nevelni az embereket arról, hogy fékezzenek. Én egyet javaslok, hogy tapasztaljuk meg. Nem tudhatod, te előre kitalálod a fikciódat, hogy ez mitől lesz jó. Nem fikció, hanem ez egy olyan gondolat, hogy azt mondom, hogy méltányoljon már minket annyira a Dobosi rendőrfőnök, hogy tessék, hogy valamiből jöttünk egy Suzuki-t, most 5 millióért telepítünk ilyen boxot. Egy 5 millió forintért ilyet. És aztán azt legyenek akkor kedvesek megtölteni tartalommal. Tehát én azt gondolom, hogy majdnem, hogy ez egy ilyen szolgáltatás együttműködési történet, mert enélkül nem ismétlenül van. Tehát... Jóci, én meg nagyon szívesen átadom a hatáskört, tárgyat levelünk, és aztán beszámolsz az eredményről, hogy mire jutsz, azt kívánom neked, hogy legyen igazod, és hetente itt lesz a Trafikox legalább fél napig. Nem kell embert, nem kell autó, előző sem. Nem tudok erre mit mondani. Én is segítek ebbe a tárgyalásba, de ehhez mondjuk... Én nekem az a javaslatom, hogy nem véletlenül az előterjesztésben erről a témáról nem írtunk, most már kellőképpen beszéltük ezt a történetet, de nem azt kell az emberekkel felé sugalni, hogy nincs benne, hanem az emberek igenis éljenek abban a tudatban, hogy abban bármikor benne lehet a Trafikox, és mi ezt a rendőrséget szorgalmazzuk is, és ne az éljen az emberekbe, hogy hát nincs is benne a Trafikox. Nekem ez a véleményem az egész szóval. És nem tudhatjuk még egyelőre azt, hogy minden héten egy nap vagy egy fél nap beleteszik, vagy egy hétig ott hagyják, és nagyon-nagyon sok ember megbüntetik, az ember, aki egyszer ilyen bele fog futni, az bizony lassítani fog legközelebb, mert előre nem tudhatja, hogy nincs benne Trafikox, és azért nem megyek gyorsan, mert benne van a Trafikox, hanem meggyőződésem, hogy ez pszichológia. Az ember, ha egyszer belefut, akkor, vagy csak meglátja a dobozt, főleg egy idegen ember, nem azt fogja gondolni, hogy úgy sincs benne Trafikox. És az ott lakók nagyon-nagyon szenvednek, és minden nap életveszélyben vannak, és nagy elvárások a képviselőtestület felé, hogy valami történjen ott. Ez a rendőr szakember, aki megkereste a polgármesterület, ez valahol az ott lakók érdekeit is képviseli, tehát ő egy szószólója az embereknek, és nagyon-nagyon nagy várakozással tekintenek például ez iránt a Trafikox. Ő ez igen.
Nem. És ő nem tud abba segíteni, hogy, hogy a rendőrségben... Ő a fővárosban van benne, nem is a Pest megyében. Ahol ő dolgozik, az ajtójával szemben van a Pest megye. De nem az fogja tudni befolyásolni, hogy a Dabasi rendőrkapitány mikor rak bele trafikbaxot, hanem azt, hogy hova kerüljön ez a doboz. Ami nekünk a legjobb, mert azt sem mi határozzuk meg, hanem a rendőr. Mert ha nem ott van, ahol a rendőr szerint szakmailag lennie kell, akkor nem hoz bele trafikbaxot egyszer sem. Én úgy tudom, hogy nem a Dabasi rendőrkapitány, hogy nem tudjuk foglalkozni, hanem a... Nem az országos, hanem a Pest megyei. És a Pest megyei közlekedés biztonsági főosztályvezető volt ennek a mi rendőrünknek a főnöke korábban a fővárosnál. Ezért ő azt mondja, hogy szerinte tud olyan személyes nexust, hogy jó helyre kerüljön a kamera. Még egyszer mondom, ezt együtt kell a rendőrséggel kijelölni. Ezt nem jó, hogy szakmondjuk, hanem ők úgy. Hát igen, le van azért írva, hogy a részinkerek szempontjai közlekedés biztonsági indokoltság kétszer másfél méter szabad terület, kétszer másfél méter eszköz bármely pozícióba forgva, nem ruhat be járda, vagy üttest a zsikjába, szabad kilátás, ne zavarják, növények, parkolók, autók, tehát szóval a kis feszültségű hálózat, lép, vagy földkábel, legyen, legyen a körzet, tehát itt le van az írva. Köszönöm, Miklós. Vagy vége? Hát tulajdonképpen nagy részt is azt szerettem volna elmondani, hogy tehát részben egy cikazat van. Sajnos a világot élünk, hogy nekem nem adja meg senki, hogy mit csináljak, és ezek ezután is el fognak menni. Én úgy érzem, amit a Igolyan mondott, hogy sokkal kevesebben. Tehát úgymond a normálisabb, aki azért létkezett eddig, pláne, hogyha kapni fog egy büntetést, azt nyilván el fogja mondani, hogy a kocsmában nagy felháborodva ezek a szemétrendőrök, mert százal mentem ötveles támadni az ember, és én úgy érzem, hogy ez jelentősen el fogja csökkenteni a gyorságtuk számát, illetve magának talán a gyorságtuk sebességét is. Jó, csináljuk. Nézzük, én nézzük semmiképpen, hogy ezt csináljuk. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, és a határozó csak azt szeretném mondani, én úgy emlékszem, hogy legalább 5-6 évvel ezelőtt mennyit a jogi lehetőség arra, hogy az önkormányzat, illetve az általa a közterület felé, az nem tudom kicsoda, üzemetesen ilyen eszközöket, sőt, pályázati forrás volt az eszköz beszerzésre is. Ezt lehet, hogy célszerűen átgondolni, ha erre van lehetőség, akkor mindig megéri 20 millióért egy saját eszközt, hanem 4 millióért egy olyat, ami csak 2%-ban működik, vagy egy. Én nem szeretném a félfalut büntetgetni, jelzem. Ott nem falusiak járnak, tehát ott a falusiak. De járnak. Ha beleteszed egyszer a hírmondóba, hogy ne jöjjenek oda, csak normálisan meg a trafibakkal, ott utána négy millióban van emberet. Abban én elmegyek. Köszönöm, ez a legyen. Egyelőre ez van napi rendben. Aki egyetért az határozati javaslatban, a foglalat, akkor azt vegye fel a kezét. Köszönöm egy hangunknak. Következnek az új előterjesztések, nevezetesen 22-es a település fejlesztési bizottságülésén Buhász Borbála, a Szent István téri lakos Lák Borita vagy bent, és az a tesszük? Még nem. Hogy kimaradtak a faluba, talán ők utoljára az ugyanis kitérő, ugye egy elalakú utca, tulajdonképpen utca rész, hogy úgy mondjam, vagy térrész, annak a út része, és elmondta is a kárpízás fölöslegességétől kezdve sok minden, és polgármesterünk egy olyan hát, ígéretet, hogy megnézhetjük ezt a dolgot, igen, és hozzávárunk, hogy mi tudjuk ezt megcsinálni költség oldalról, szakmai oldalról, jó az a tucca alapanisztmági kétszer útalak is készült. Igen. Elmondta, hogy itt összesen két házakból, a hét házból tud csak beszállni, meg illat, mint ami másról történt a 85-ös fizetések, hogy miért nem, ezt bevezette itt, és ezt az ígéretet kapta, ezt most szeretnénk, ugye azt mondom, hogy ezt szeretnénk, hogy a bizottság is ezt tudjuk alá támasztani,
ha javasolja, hogy is határozzon föl, majd a testület arra, hogy most hozzáálláson a hivatal szektorán emberre előkészíteni ezt, amit azt mondtad, hogy őszre talán lesz ebből valami. Igen. Én elmondtam az elején, hogy már azt terjed az interneten, hogy ez meg. Hát a Vilnius Településfejlesztési Bizottság hozott egy olyan javaslatot, hogy javasolja azt a képviselőtestület felé, hogy legyen felmérve annak az útszakasznak a miensége, akár fúrással, nem tudom, valahogy én így gondolom, mert ő azt mondta, hogy kétszer lett útalap, egyszer volt már útalap, utána kiszedték, újra raktam útalapot. Úgyhogy én nem akarom onnan kidobni azt, ami van, hanem meg kell nézetni útépítő mérnökkel, hogy az vajon mire alkalmas, meg kell tervezni oda a szükséges teherbírású, szilárdburkolatú útszakasz, és utána meglátjuk, hogy mennyibe kerül, és akkor eldöntjük, hogy van keret, nincs keret, mikor akarjuk megvalósítani. Ez adott esetben elkészülhet a feltárása szeptemberi testületülésre, és ott már erről érdemben tudunk beszélni. Ugye a fagy, első fagyig tudnak aszfaltozni a cégek, nem szeretnek már nyilván november-decemberben, de adott esetben akkor is csinálnak, hogyha nincsen fagyveszély. Erre gondoltam, hogy ott több önkormányzati rendezvény kerül megtartásra, most már a búcsú is ott van a nyári indító családi nap, ott van a gyermeknap, nem tudom mekkora igénybevételnek van az az útszakasz kitéve, de azt gondolom, hogy ez megint egy olyan téma is, hogy az önkormányzat anyagi lehetősége az, hogy rendben legyenek az útjaink, azért nagyjából lehetővé teszi. Elsősorban az emlégé kocsi használaton, én azt hiszem, így van, nem parkolás, nem vétel. Nem vételhelyésű. Igen, kapcsolom egy idegén biztos. Miklós? Köszönöm. Ez a Szent István téren útszakasz már nagyon régóta téma, és igazából azért nem kerül az aszfaltozásra, mert mint ahogy itt Németinnek a döntő részén az el volt már talán a Balázs óta, hogy a többségnek be kellett szállnia, és ott az oklakóknál ez legalábbis az előző ciklus idején, és talán még előtte sem, nem jött össze ez a szándék az oklakóktól, hogy ott a többség hajlandó lett volna, azzal a 80 ezer forint, valami 1500 évvel mennyit értnek, akár mondjuk ma mennyi 80 ezer forint. Tehát ez ezért maradt fel ez az útszakasz. Nem tudom, hogy változott ez a... Mert most mint azt hallottam volna kérdője, hogy még mindig nem változott ez a hozzáállás a lakóknak. Így nem változott. Nem változott, ezt hangsúlyoztat össze. Én ezt nem tudom, hogy nem változott semmit. Az öt házból például két ember még meghalt a család nem kapott. Tehát ők rögtön nem tudják. Hát, hogy 9 ház van, ebből 2 befizeti a többet. Ilyen egyszerű volt a képlet. Csak akkor... Nem vagyok konzekvensek az évtizedes, vagy több évtizedes gyakorlatilag. Hát én nem tudom, meg kell nézni, hogy miről beszélünk, mekkora lóról beszélünk. Hát ezt ugye el lehet kezdeni, nyilván, mert azt, hogy most megtervezzük, megnézzük, megvizsgáljuk. De akkor mi a szokásod egyébként? Tehát, hogyha... Fel kell kényi 80 ezer. De hogyha nem fizet fel, akkor mit? Lehet, hogy visszatfizet. Tehát addig, nem. Az egész útszakasz. Ezért így kezdődött még a Balázs idején, de erősítsd a cápol, hogy talán szűkösebb lehetőség volt az önkormányzatnak, és kijelöltünk 2-3 utcát, hogy hol szeretnék aszfaltozni. Mondjuk abban csak egyre volt pénzünk, és azt mondtuk oda, ahol a legtöbben akarják ezt többen befizetik, és akkor ez egy olyan jó gyakorlattá vált, hogy későbbiekben is mindenütt ezt alkalmazta az éppen náló. Igazából ez döntött el, amit a Miklós mondta, hogy milyen sorrendiséggel épülnek meg az utcák, hogy hol tudtak összeszerveződni. Mert igazából a telkenkénti 80 ezer forint az az 5%-os finanszírozása a teljes útaszfaltozásnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy a százalék mindig megvan, így van, valami egyébként. Úgy kezdtünk utat építeni, hogy még a Davasi főnök volt a nem tudom már, hogy jött neki mindegy. A kicsi. A kicsi, igen, hogy ide jött egy légelvel,
a Bréden két oldalra a földjéről utóban szó. Kinyomta a földutat, csinált egy ilyen mélyet, és két oldalra ott volt a föld. Meghordták kuléval nagy részét, a kulét megint elhúzta be, ilyen kuléval meghúzta a nagy részét, széthúzta szépen. Visszatöltötte rá a földet, erre ő azt mondta, hogy ez annyira bemegy a föld, az a jó száraz állapotban csinálták, bemegy, és akkor ez nem engedi a kulékat egymáson elmozdulni. Elvetettek rá egy réteg egyeki murvát, és jött rá az aszfalt. Kosztolán. Igen. Egy csomó utca itt készült, és ehhez kellett hozzájárulni. Házanként azzal, hogy rá kell kérdezni. Ami egyébként egy személyautóforgalomhoz még akár alkohol. És hát ugye nem csak egy utca volt ilyen, ami most van, hogy itt ebből két ház tud fizetni. A saját Ábrahám utcán, ahol a Dősültér így volt, egy XY-t én nem sorolom föl, hogy kik nem, akinek még két perke is volt abban az utcán, már az ember is volt. Meg magával szemben is volt, tehát kettő, a másiknak is kettő volt, így fizettek. És akkor mi történt? Aki szervezte, az itt ül, meg még egy másik hölgyakban, az a zsebben ült, hogy ki legyen az az összeg, hogy felkentés sorozva az X összeggel, mert ennyit tett beültani az önkormányzathoz. És akkor indult meg. És akkor most miért nem foglalkozom? Tehát ha befizetünk, ha nem, akkor is megcsináljuk. Én mondtam a történetet. Tárjuk fel. Ne akarjuk elvi szinten eldönteni az egészet előre. Meglátjuk, hogy mennyi pénz, mérlegeljük azt, hogy az utcának a másik oldala megépült teljes önkormányzati pénzből. Nem kellett oda senkinek se beadni semmit. Hát a másik oldala. Az oldal felül, igen. Mert ezek olyanok, hogy... Csak én nekem, bocsánat, ez, amit alapján mondottok, nekem ez nem ez az első kérdés, hogy ezt föltárni, hanem az a nulladik kérdés, hogy akkor ki támogatja, vagy ki nem. Mert akkor ott kell húzni az elvi kérdés. Ezt már nem mondta, hogy ki támogatja, ezt összeheted. Tehát akkor azt mondjuk, hogy 9-2 támogatja, akkor most akkor kell tovább menni, hogyha azt mondjuk, hogy rendben van, így is megcsináljuk. Ezzel én nem értek egyet, szerintem így is úgy is tovább kell menni. Mert akkor itt megint nem lesz 500 évig semmilyen útaszalkozás. De nem azért várjuk föl, mert így is megcsináljuk. Lehetséges, nem tudjuk. Majd eldöntjük. Tudom, hogy kárlaim, megadom a jelzőszönök, és utána akkor olvasom, hogy mit adott a felkésfejlesztés, és azt fogom javasolni. Amit szerettem volna az előző polgármestőről elmondta, hogy az oktatóknak az egyik fájdalma, hogy a másik oldalon, ugye pályázat útján nyert annyira a közintézmény közelítőnek, ezért a másik oldalon senki nem foglalkozik. És gyakorlatilag ugyanazt a teret járják körbe, és hogy az önkormányzatot tartja a rendezvényt, akkor nekik miért kell is hozzá tartozik az igazság. Így van. Köszönöm, lezárom. A 69-22-es tegnapi határozatunk szólt a tanukámi elnök úrra, hogy az alsó képviselőtestületén Települsfőt Ilyen Bizottsága javasolja a testület felé, hogy vizsgáltassa meg az alsó a Szent István tér 95-4 közötti útszak a szilárd lukadtan ellátásnak a lehetőség. Én ugyanezt teszem fel javaslatot. Aki egyetért, azt tegyek a legyet. Egy hang. Köszönöm. 23-as, így megkapjuk önkormányi tulajdon indokon használati szerződése. Már elmondtam, hogy jából az elején nem is tudom, hogy volt itt. Még egyszer nem is tudom, annyi, hogy a belső ellenőrünk szerint rendezni kell azt a jogi helyzetet, hogy egy önkormányzati tulajdonú ingatlanban miért van benne például a óvoda, miért van benne például a művelődési ház, illetőleg az Abéva kártyébe, hogyan van az Abéva kártyé tulajdonú ingatlanban, hogyan van benne a polgármesteri hivatal. Ennek készült el a szerződéses dokumentációja, ami alapvetően mintán ellenérték nélküli nem bír nagy tétel, pusztán rendbe teszi a joghelyzetet a különböző önkormányzati intézmények között. Úgyhogy én ezt javaslom így elfogadni ezeket, hogy alá tudjuk írni, és akkor egy ilyen hiánypótolónk, amit a belső ellenőr feltárt, hogy így akkor jogilag lesz. De papírozzuk, hogy tudják használni az egyes önkormányzati intézmény az önkormányzati tulajdonok ingatlanokat. Köszönöm. Három határozat javaslat van hozzá, konkrétan, hogy a polgármester és a jegyző köthet mással egy szerződést a fő 66 számú ingatlan ingyenes használatától, ugye. A második
szól szintén csak polgármester és a Halászi Károly műfáz intézmény vezetője. A Dózsa Györgyi kettő alatti műfázis is, az iskola egy per alszámolati faluház vonatkozásában, mert az hiszem, a harmadik pedig a NAP közöltön a Soboda intézmény vezetője és a polgármester között, mint a Centrális Antér 8 és a Rákóczi 20 alatti óra épületek vonatkozásában az ingyenes használat. Erről szól. Aki ezzel egyetért, aki nem tartózkodás, és ha jól látom, hogy valósítani tudod a bejegyzéseiket. Nem, dehogy is. Ja, bocs, nem is. Következő, alkotármester úr kérte, hogy egyik főszóbeli előterjesztése van, rendezni kell véget vásárlási témájában. Igen, itt köszönöm szépen. Itt annyit szerettem volna csak jelezni, hogy itt az elmúlt időszakoknak a rendezvényei rávilágítottak arra, hogy akár az ökumenikus piknik, akár a fesztiválok, akkor múltkor kimentem erre a Nóta délutára, de még a falusi disznótoron is. Sokszor előfordul az, hogy a rendezvény szezonok miatt nincs megfelelő sátorkapacitás, és nem is tudunk bérelni. Talán ezt a Will is meg tudja erősíteni. Látjátok, most itt a Traktor Fesztivál során megint ez van. Ez egészen biztos, hogy nem az a jó megoldás, hogy 15 darab nagy üst fog főni, ott az amúgy is 40 fokos melegte a sátor alatt. Tehát ez egy ilyen kényszer megoldás. Ezért én említettem is a polgármesteromnak, és abban maradtunk, hogy akkor itt ezt egyebekben felvetem, hogy kellene vásárolni olyan rendezvény sátrakat, ez a 4x4-es, a 4x5-ös, aminek a telepítése semmilyen komolyabb szakmunkát, vagy fizikai erőt nem igényel, nem kell hozzá, hogy rendezvény, vagy hatszoros, hogy nem kell hozzá a rendezvény szervező, meg a kellékes cégnek az emberi, hanem mi magunk akárki oda megy reggel fúzni, a bográcsok azok szétdirektítni, műfázban a lányok szétdirektítni, ez könnyű fémszerkezetes dolgok, hogy legyen nekünk sajátunk, tehát olyan sok rendezvényünk van, hogy eljutottunk szerintem már oda, hogyha egy pár évet egy kalap alá veszünk, akkor egy időkvárdőben nem éri meg ezt már bérelni, hanem egy saját kapacitással rendelkezünk, és most itt a legutolsó kettőnél, az ökumenikus pikniknél is, meg a Nóta délutánnál is rettenetes meleg volt, tűzött a nap, tehát hogy ott még jó lett volna, van még egy 3-4 darab, és ki lehet húzni, és akkor oda bebírnak menni az emberek. Kisgyerekes, családos rendezvénynél ugyanez, rossz időben, meg még hatványozottabban jó. Azt örülök, hogy van párakapunk, tudom, hogy melyik az a párakapunk, most itt az Ince, hogy elmondta, de az egy ilyen kis aranyos a párakapu, tehát szerintem lehetne abból is egy szép nagy ötlet, ilyen rendezvényekkel lehet használni. Az egy még egészségügyi funkciót is talán ellát, mert azt gondolom, hogy frissíti például az embereket. Én nekem az lenne a javaslatom, hogy szavazzunk meg egy 3 millió forintos keretet a polgármester úrnak, hogy szerezze be, egyeztesse le a műfházasokkal, azokkal a rendezvényeknek a szervezőivel, mondjuk a traktorfesztiválosokkal is, hogy milyen igény mutatkozik. Most ha azt mondják, hogy 4 sátrat veszünk, akkor 4-et, ha 5, akkor 5-öt, mit tudom én. Tehát nincs nekem erre most konkrét koncepció, hogy pontosan mennyire van szükség, de én azt gondolom, hogy ezek olcsóbbak sose lesznek, se a beszerzési jel, se a bérleti díj, úgyhogy én azt gondolom, hogy a rendezvényeink száma folyamatosan stabil, sőt még növekedést is mutat, úgyhogy azt gondolom, hogy ilyen könnyen kezelhető kis sátrakra, amit egyébként, ha itt a 4-6-ot egymás mellé teszünk, akkor egész komoly teleket is lehet kapni, akkor arra szükségünk lehet. Ez az én javaslatom. Mennyibe kerül egy sátor? Igen. Tudsz erre onnan? Ilyen, ezek ilyen 80 000-250 000-ig attól függ, hogy mekkora, meg milyen kialakítás, de ezek többnyire ilyenek, hogy így megjelenedő, bemész középre, és akkor följel teleszkóposan fölcsúcsosodik, és nem kell összerakozni a régi tábori élményt. Az katasztrófa. Hát attól függ, hogy hány négyzetméter itt van. Tehát nem... Maximálisan támogatom, egy kis segítséget adok a rendítéshez, mert most nekem kellett mérelni is a művelkönyvére. A legnagyobb méret, amivel
élet, ami valóban, ahogy a programmester mondja, a teleszkópos alumínium bázis, tehát még két ember által elvihető, igaz, két férfi kell hozzá, de tudva segíteni a működési házban. Tehát, és ezeknek a béleti díja, az most még pont béleltem 16 ezer forint egy napra, az ára pedig kb. 3-400 ezer forint között van. Egynek. És azért kerül ennyibe, mert óriási különbség van a sátor vázak és a konyha minősége között. Tényleg lehet venni 100 ezer forintért. Nekünk is volt, az első szél kicsavarta, és olyan deformációt okozott a vázban, ami nem volt helyrehozható. Érdemes ezeknél, ha már beruházunk, a jó minőségét venni, ebből körülbelül, ezeknél körülbelül ez az ár, és csak is úgy javaslom megvenni, hogy oldalfalval együtt. Mert ha már veszünk, akkor kompletten érdemes. 4-5 darabot, mert ezért 1-18 és ezeknél a méret, ezeknél a 63-as méretű sátraknál már arra is kell figyelni, hogy ez a felület vitorlaként működik a szélnél, úgyhogy az oldalfal mellettén még a súlyozást is javaslom beletenni majd az árajánlatban. De körülbelül ebből az összegből kijön mindenestől, és ez már egy jó minőségű, tehát nekünk egyetlen egy darabon az alapítványnak, az csak 3x3-os, az csak 180 ezer forint volt, de nagyon sokszor használjuk bírja, nyitogatást, és olyan tehát ezeket különböző tűzállóságú, napállóságú és vízhatlanságú borítással lehet venni. A legdrágább az, ami tűzálló is, az tényleg horror, ott majdnem csak 100 ezer forint önmagában a konyba, szerintem arra nincs szükség, de az, ami vízbe pergető, ami azért is előbb, mert nem bombásodik be, amikor össze van csukva, hiszen vízesen teszi össze az ember legtöbbször, az ebbe az áron belefér, amit mondtam. Majd akkor segítsen, hogyha itt esetleg... Szívesen, ha kell, persze. És én azért is mostanra hoztuk ezt, mert most értek ugye a tapasztalások itt hirtelen, másrészt meg az őszi rendezvény szezonra már tök jól lenne, hogyha rendelkezésre áll, ha már számolok rá. Aha. Tessék, támogatom. Esetleg már, de nem tudom, már a szombati rendezvényben nagyon nagy melegében is nehéz. Tudom, hogy ez most egy hirtelen, és nem jelzik senkinek, de... Holnap önkormányzati kirándulás, holnap után önkormányzati kirándulás, pénteken pedig köztisztviselők napja van, a jövő héten meg igazgatási szünet. Tehát most itt szombatig, jó, de mondjuk, ha már 20-ára ott se lesz túl hideg. Tehát, hogy ez a július hónapban, hogyha ezt be lehet esetleg szerezni, hogy még ott a fák alatt elment, hogy így mondjam, szóval már már este. De utána születén is egy-két megállónál kirakhatsz, ne legyen a Pörkök Fesztivál, ugyanúgy tömegek, meleg szokott. Jó, de nem így tartod. Én azt mondom, hogy erre 3 millió csak belefér, azt mondom, hogy ennyit szállhatunk az összes rendezvényünknek a... És aztán, hogy mi az optimális összetétel, azt meg jó, a polgármester úr beszél rá, de én is azt gondolom, hogy jobb azt kell megvenni, ami jöték múlva is használható. Tehát nem ez a családi barti sátor szintén. Amit ott van egyszer egy évben. Lehet, nem. Tehát akkor a... Jó. Az alkotmányos szóval előterjesztés alapján azt mondja, hogy ők bízik meg a polgármester, hogy a támogatók felé kérték, ilyen sátrak rendezik el, hogy fogalmazunk így és értük alatt, hogy miről van szó. Beszerzésére olyan módon, hogy lehetőleg az őszi rendezvénynek idejére álljanak meg ennek. Aki egyetért, köszönöm teljesen.